Influenza, lassan, de terjed a betegség. Teherautók, elegük lett a bajnaiaknak a településen áthaladó teherkocsikból. Árvízvédelem, elindult az esztergomi gát előkészítése. Köszöntöm nézőinket, Önök a Régió Televízió Esztergom térségi híradóját látják. Lássuk, mivel is készültünk Önöknek. Lassan terjed az influenza, ez derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ 6. heti közleményéből. Egy nyerges újfalui rendelőben több mint másfélszeresére nőtt a betegek száma a járvány időszakában. A tomboló influenza szezon miatt több kórház, köztük az esztergomi intézmény is látogatási tilalmat rendelt el. Folyamatosan érkeznek a betegek ebbe a nyerges újfalui házi orvosi rendelőbe, sok a felső légúti megbetegedéstől szenvedő beteg és az influenzás is. Magas láz, végtagfájdalom, torokgyulladás és köhögés, ezek a leggyakoribb tünetei az influenzának. A vírus okozta megbetegedés cseppfertőzéssel terjed. Úgy tűnik elindult az influenza szezon, egyre több gyermek, kisgyermek jelentkezik influenza-szerű tünetekkel, magas lázzal, fejfájással, száraz köhögéssel és hasmenéssel is. Rovács Melinda háziorvos azt mondja, a gyerekek és a felnőttek körében is igen alacsony az oltottság aránya. Most elkezdtük januártól az óvodát, és ezek után gondolkodom rajta, hogy az influenza elleni oltást is mindenki kapja meg a családban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye szerint a betegek 36%-a 0-14 éves gyermek, 33%-a 15-34 éves fiatal felnőtt. A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma pedig Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, valamint Heves megyében volt a legmagasabb. Több kórházhoz hasonlóan az esztergomi Vasari Kolos kórházban is látogatási tilalmat rendeltek el február 7-től a megnövekvő influenza-szerű megbetegedések miatt. A kórház vezetősége a hozzátartozók megértését és türelmét kéri az üggyel kapcsolatban. Azt, hogy meddig lesz fenntartva a korlátozás, ezt egyelőre még nem lehet tudni. Esztergomból a híradót Cserei Judit tudósította. Aláírásgyűjtéssel tiltakoztak a bajnaiak a településen áthaladó teherautóforgalom miatt. A tiltakozás élére állt az önkormányzat, akik a dorogi rendőrkapitánysággal karöltve próbálnak rendet teremteni a község útjain. Bosszantóan nagy volt a teherautóforgalom a bajnai főúton. Körültekintően kelnek át ezek az óvodások, ahol 30 km/h sebességkorlátozó táblák figyelmeztetik a járművezetőket, hogy lassan haladjanak. A 12 tonnánál nehezebb teherautók sem hajthatnak be a településre, kivéve ha árut szállítanak ide, vagy ezen az útszakaszon van a telephelyük. Folyamatos rongálásnak voltak kitéve, hiszen a templomunktól 1,5 méterre haladnak el ezek a nagy teherautók, illetve a falu központba van az orvosi rendelőnk, az iskolánk, a boltunk, a gyógyszertárunk, a vendéglőnk, a plébánia, a polgármesteri hivatal, tehát életveszélyes volt a közlekedés. Az önkormányzat a lakók tiltakozásának élére állt, aláírásokat gyűjtöttek, amit eljuttattak a tatabányai közútkezelőhöz és a dorogi rendőrkapitányságra. A rendőrök egy héten keresztül a teherautókat ellenőrizték, és elsősorban a súlykorlátozás betartását kérték rajtuk számon. A kollégáim az intézkedések során kifejezetten úgy fordultak az intézkedés alá vont járművezetővel szemben, hogy minél több emberhez eljusson el az információ, a kollégáihoz, a főnökeihez, az éppen fuvarozást végző egyéb vállalkozásokhoz, hogy igenis tartsák be ezeket a szabályokat. A dorogi rendőrök helyszíni bírsággal és büntetőpontokkal sújtották a gépjárművezetőket, a szabálysértőket vissza is fordították. Az intézkedések hatására már az első napok után csökkent a településen áthaladó teherautók száma. Mostanra a helyzet elfogadhatóvá vált, mondja a település polgármestere. Rohamosan nőtt az elmúlt 2 évben a házasságkötések száma, ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal közleményéből. A KSH szerint a 2019-es évben egy valóságos esküvőbum volt, amelyre 30 éve nem volt példa Magyarországon. A híradónk által megkérdezett szakemberek szerint is érezhető a rohamos növekedés.
gyönyörű időnk volt, nagyon szép csillagos volt az idő, és nagyon-nagyon hangulatosá tette a sok csillagszóró. Bár már 2 éve volt az esküvőjek Metkó Siroki Ramónának, még mindig minden pillanatára emlékszik az esti szertartásnak. Az egy családdá tartozás az nagyon fontos számunkra. A közös esemény és azok a pillanatok, amit ilyenkor megélhetünk, az még közösebbé teszi a kettőnk kapcsolatát, úgy gondolom. És azért jó az, hogyha a családi nevünkben is megmutatkozik az, hogy egy család vagyunk. Szakemberek szerint rohamosan 2019-ben nőtt meg a házasságkötések száma. Az idejében nagyon sok esküvői foglalásunk van. Lesz olyan hétvége, ahol akár 2-3 esküvőt is szerveztünk idénre. Szinte teljesen megtelt időpontokkal maradi Kisdéri Boglárkának az idei évi naptára. Már most annyi esküvő foglalása van, mint tavaly egész évben. Van olyan hétvégéje, ahol 3-4 esküvőt is levezényel majd. Tapasztalatunk szerint idén is hasonló lesz az esküvők száma, mint a tavalyi évben. Igazából már most annyi esküvőt szervezünk, mint tavaly, de ez valószínűleg, hogy még nőni fog, mivel akik szeptemberre tervezik, vagy októberre az esküvőket, azok még csak most állnak neki a szervezésnek. Díszítettünk már például egy egész csuklós búzt, és azzal vitték a nász népet az esküvőre. Sokan a párok közül elrugaszkodnak a régi hagyományoktól. Egyre népszerűbbek a természetközeli és az esti ceremóniák is. Különleges kérések kapcsán nem csak a színeket szokták javasolni vagy megemlíteni, hanem előfordul, hogy egy hobbira vagy egy kedvenc filmre helyezzük a hangsúlyt, és akkor ez átüleli az egész dekorációt. A Központi Statisztikai Hivatal közleménye szerint valóságos esküvőbum volt 2019-ben, amelyre az elmúlt 30 évben nem igazán volt példa. 2019-ben akár már 64 ezret is átlépheti a fíjre lépőknek a száma, és ez lesz az, ami egy 30 évvel korábbi értéket fogja elérni. A januárról azt gondoljuk, hogy még egy darabig ez a házasságkötési boom, a házasságkötések számának emelkedése még kitart. A párok növekvő elhatározását a KSH adatai is tükrözik. A házasságkötések számának 2019-es növekedését az esztergomi adatok is igazolják. Itt ugyanis 2018-ban 142 pár, míg 2019-ben már 215 pár mondta ki a boldogító igent. Folyamatosan dolgoznak az esztergomi bazilika felújításán a szakemberek, hogy elkészüljenek a 2020. szeptember 13-án megrendezett eukarisztikus világkongresszusra a munkálatokkal, ugyanis a Székesegyház is fontos szerepet kap majd a találkozó során. A bazilika bejárati oszlopcsarnokánál restaurálják a köveket, valamint a feljáró lépcsőt újítják fel és pótolják. 2016-ban indult a teljes állagmegóvás, mivel a belső tér stukkó díszei potyogni kezdtek. A 4 éves munkára 13 milliárd forintot kaptak. Az év következő felében a kupola megújítása is beindul, a teljes bádogfedést, az alatta lévő acélszerkezetet is helyrehozzák. Ez a munka, amit most folyik, ez addigra befejeződik. A következő ütem, aminek most a kivitelezői versenye folyik, tehát a kupola felújítása, az pedig még olyan fázisban lesz, hogy a belsőt, illetve a látogatókat nem fogja zavarni. Megrongált egy esztergom kertvárosi és egy dorogi fiatal. Október 8-án hajnalban az otthon tér rekordtán pályáját Dorogon. Lámpatesteket döntöttek ki és kukákat vertek szét, valamint egy táblát is kitéptek a helyéről. A rendőrök a térfigyelő kamerák segítségével 2 nap alatt elfogták az elkövetőket. A károk összege eléri a 3 millió forintot. A nyomozók a 2017 éves helyi fiatalt rongálás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, gyanúsítottként. Kihallgatásuk során a bűncselekmény elkövetését mindketten beismerték. Időről időre felbukkannak hamis gyógyszerek a magyar piacon is. Tavaly február óta védik a vényköteles gyógyszereket az EU-ban és Magyarországon is. Azóta biztonságosabb lett a hazai gyógyszerellátás, közölte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet főigazgatója. 2 féle biztonsági elemet helyeznek el ezeknek a gyógyszereknek a dobozán. Az egyik az úgynevezett dézsmazár, amely a doboz sértetlenségét biztosítja, a másik pedig a Data Matrix kód.
Egy kétdimenziós kód hasonlít a QR kódhoz, de mégis kicsit tartalmában különbözik attól, amit a gyógyszertárban a gyógyszer beérkezésekor, illetve a gyógyszer kiadásakor is leolvasunk. Ez a kód tartalmaz minden gyógyszerre vonatkozó információt, gyártási számot, lejáratot, a gyártónról szóló információkat, ugye ezáltal is biztosítják, hogy eredeti valós gyógyszert adunk ki. Bejelentette Hernádi Ádám polgármester a február 13-ai testületi ülésen, hogy beindultak az esztergomi árvízvédelmi gát előkészítési munkálatai egy február 3-ai támogatási szerződés keretében. Az előkészület egyfelől a területszerzést jelenti, itt még az Országos Vízügyi Főigazgatóság engedélyére van szükség, de a régészeti feltárások is beletartoznak, amelyeknek határideje 2020. júniusa. A részletes munkatervet 2020. október végéig kell kidolgoznia a vízügyi főigazgatóságnak, és a közbeszerzést pedig 2021. március végéig kell kiírniuk, így a jövő év végéig várhatóan elkészül a gát. Minden erőmmel azon leszek, hogy az árvízvédelmi gát megépítését segítsem. Ugyanis mindannyian tudjuk, akik itt ülünk, illetve az esztergomiak is tudják, hogy a Duna az egyik legnagyobb kincsünk, azonban az egyik legnagyobb félelmünk is egyben. 15 év után véget ért az esztergomi könyvtár rendezvény sorozata a könyvtári beszélgetések február 10-én. Az intézmény igazgatóját, a nyugdíjba vonuló Váradi Esztert elnöki oklevéllel ismerte el több évtizedes kimagasló a kultúra területén végzett értékteremtő és értékközvetítő tevékenységéért, Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. Számomra legkiemelkedőbb embereknek szoktam ezt adni. Ez nem egy önkormányzati kitüntetés, ez nem egy közgyűlés által megszavazott dolog, hanem olyan, ami az én lelkemből jön, és csak olyan kaphatja meg, akit kedvelek. Ez egy elnöki dicsérő oklevél. És nem olyan sokat adtam ki 10 év alatt, ez a harmadik. Még mindig nagy sláger a Vörös Rózsa Valentin napkor. Egy esztergomi virágüzlet virágkötője szerint Bálint napján a szerelmes férfiak a Vörös Rózsa mellett az egyedi készítésű virágdobozokat is kedvelik. De nem csak a virágboltok, több hazai üzletlánc is készül szezonális termékeikkel a jeles napra. Az interneten amerikai videók tömkelege található rengeteg valentinnapi ötlettel, a szíves lufitól egészen az ételekig. Az Egyesült Államokban óriási hagyománya van a szerelmesek napjának, és már egészen kicsiknek is szerveznek partikat ezen a napon. Shake your body, girl. Egy indiai valentinnapi összejövetel a hölgyek örömére. Már az egész világon elterjedt ez az ünnep, így hazánkban és térségünkben is. Idén azt tapasztaltuk, sokkal többen ünneplik, mint ellenzik ezt a napot. Az egyik esztergomi áruház virágboltjában folyamatosan érkeztek, kortól függetlenül a szerelmes férjek, vőlegények, barátok. Fontos ünnepnek tartom, akinek párja van, az köszöntse fel, hogyha szereti. Mindig is tartottuk. Már 40 éve együtt vagyunk, azóta tartsuk fontos. És ezt csokorba akarod, vagy csak... Népszerű volt a beszélő szívecske, de sokan vitték a lufikat, a kulcstartókat és az örök rózsás díszeket is. De ilyenkor is mindig a virág az első. A vörös rózsa az a töretlen népszerűségnek örvön, illetve a tavaszi virágok, a jácint, a tulipán, ez az, amit nagyon szeretnek. Az áruházlánc is felkészült a Valentin napra, nem volt hiánya szeretlek feliratú mécsesekből vagy képeslapokból, de különféle párnák és cukiságok is várták a vevőket. Valentin napján a vértanú halált halt Szent Bálintra is emlékeznek, aki a legenda szerint titkon adta össze a tiltott szerelmeseket. Ezzel megköszönjük megtisztelő figyelmüket, friss heti hír összefoglalóval egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is, ha gondolják, látogassák meg a honlapunkat a www.rtve.hu címen, illetve keressenek minket közösségi oldalunkon, ahol minden héten hétfőtől csütörtökig jelentkezünk Hírek egy percben című műsorunkkal. Most tartsanak velünk, hiszen következik a Háttér legfrissebb adása. Én további szép napot kívánok Önöknek és kellemes tévézést, viszontlátásra! We'll be right back.